Gyere ide. Itt állj meg, üljük-e vagy? Jól van kicsi? Gyere te is ide. Jól van. Szóval, kezdjük is el. Sziasztok! Szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Kertek... Harmadik külön kiadás? Harmadik külön kiadás, igen. Sziasztok! Én Orbán Gergely vagyunk. Vagyok, én vagyok az Orbán Gergely. Orbán Gergelyek vagyunk. Most már igen. És ő pedig Matild. Hívjuk Matildnak. Matildnak, ő pedig Klotild. Nem tudom, hogy őt látjátok-e. Azért is van itt kecske, ugyanis most meg szeretnénk mutatni nektek, amit már talán láthatok. Igen, tehát sokan írtátok azt a Kertek című műsorral kapcsolatban, hogy persze, mert megmutatunk egy fűkaszát, vagy több fűkaszát egy stúdióban, és beszélünk róla, hogy micsoda csodálatos gépekről van szó. És pont ezért, mert annyian írtátok nekünk ezt levélben, Messengeren, Facebookon, YouTube csatornán és mindenféle platformon, hogy szeretnétek látni élőben, egyenesben fűkaszálást a Honda gépekkel, hogyan teljesítenek, mit tudnak, egy challenge-et. Kis technikai dolog pluszba, hogy amikor azok a felvételek készültek, akkor nem volt mit kaszálni, ezért láthattátok a füstös felvételeket, vagy fogjátok látni. Szerintem az is jól nézett ki. Jól nézett ki, igen, de teljesen igazatok van. Nézzük meg, mit tudnak az UMK-k. Először is szeretnék köszönetet mondani Ilcsinek és kedves férjének, hogy itt vannak velünk. Ott elhoztak nekünk három darab Honda gépet, hogy a két műsorvezető játszon vele, és megmutassuk, hogy milyen teljesítményre képesek ezek a Honda gépek. Másodszorban Halásztelken, kemencés vendéglő mögötti területen helyezkedünk el. Robit megkértem, hogy három hónapig ne nyírjon füvet. Ennek megfelelően hozott két kecskét, igen, akikkel összemérjük a tudását gyakorlatilag. Nyertünk. Nem sokat tettek, majd megláthatjátok. Viszont én nekem ugye nincsen kertem, sose volt, remélem majd lesz, de az a helyzet, hogy amint megfogtam, fölcsatoltam és elindítottam ezt a gépet, majdnem, hogy profin csinálta. Nagyon ugye? Profin csinálta, és azon kívül én azt vettem észre a Gergőn, hogy sokkal peckesebb lett. Tehát, hogy valami olyan megváltozott benne. Mert erő van ebben a gépben. Éreztem az erőt. King of Hell Power! Igen, és azt azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokan mondjátok, hogy egy minőségi gép az drága. Most nem csak a Hondáról beszélek, természetesen többi márkánál is így van, nyilván a Hondát szeretnénk bemutatni nektek, és annak a challenge-ét fogjátok látni, ahogyan elpusztítjuk a gazt a területről, mint szuperhősök a gonoszt a világból. Az a lényeg, hogy lehet venni tized annyiért is fűkaszát, és lehet vele fűkaszálni. Mondjuk hozzáteszem, hogy egy Honda gép az 20-25 évre van minimum tervezve, és hogyha normális karbantartással kezeli ezt az ember, illetve az alkatrészekről, akkor már megdupláztuk. Ezekben van kényelmi funkció. Az ízületeidet nem teszi tönkre, hiszen rázkódásmentes ez a gép. Ugye? Nem kell rángatni fél órán keresztül, hogy elinduljon, hanem első rántással. Csak ennyi volt. Értitek? Itt az első rántásra robban a történet. Nem kell rángatni. Igen, és egyébként az a dzsindzsás, amit látni fogtok, aminek neki estünk. Tényleg brutál. Az kemény, és azt nem hiszem, hogy egy 18 000-es csak úgy vinni. Van egy ilyen mondás, hogy olcsó húsnak híg a leve történet. Hát nem véletlenül kerülnek ezek a gépek annyiba, amennyibe. Viszont meg is kapjuk azt a pluszt. És a helyzet az, hogy éreztük a pluszt, tehát te is kipróbáltad. Abszolút, úgy vágtam vele, hát ugye ez már a műsorokból kiderült, hogy nem mi vagyunk azok a kifejezetten hát nem profi kerti munkások, de úgy hasítottuk vele a... Mint szörfös Hawaii-n a hullámokat. Igen, mint a petkupások az egy tonna szeméttel, a Honda Marine csónakkal a Tiszát. Igen. Mi így hasítottuk a... Igen, nulla effort. És ez az, amit szeretnék mondani, hogy megint csak nekünk senki nem mondta, hogy ezt mondjuk. Tehát nem arról van szó, hogy most itt kaptuk a Nokia-s dobozokat, hogy akkor mondjunk ilyeneket, hanem tényleg kipróbáltuk,
és őszinte véleményem nekem, mint még amatőrnek sem mondható kertésznek. Ez így van egyébként. Hogy nagyon jól működik. A Hevedert is rosszul vette fel elsőre. Fordítva. Akkor nézzétek meg a felvételeket, hogy hogyan is történt mindez. Majd miután megmutattuk, hogy hogy vágtunk le itt. Sőt, képzeljétek el, a műsor kezdés előtt ide fölálltunk gyönyörű szépen, még mielőtt nekiálltunk a gaznak, illetve a fűkaszálásnak. Fölállítottuk a kamerát, hogy bejelentkezünk és a fölvezetését megcsináljuk a műsornak. Erre itt a szomszéd telken. Igen, nem tudjuk, hogy pontosan ki ő vagy miért, de beindított egy nagy traktort, egy fűnyíró traktort. Hát mondjuk jó, pont balszerencse, pont neki akartunk állni. Átnézünk is, milyen fűnyíró traktor. Képzeljétek el, ezért nem haragszunk rá, hogy elrontotta a felvételünket. Mert milyen Honda traktorral? Egy Honda traktorral, képzeljétek el, egy Honda traktorral vágta mellettünk, tehát ő tudja. Igen. És te is tudni fogod. Most akkor nézd meg, hogy mi hogy tudtuk mindezt meg, és akkor a műsor végén meg meglátjátok, hogy milyen szép lett ez a kert. Ez a tervünk. Nézzük a tapasztalatokat, mint ahogy látni lehetett, hát elpusztítottuk a gazt, oda nézzetek, milyen gyönyörű lett a kert, és ezt mi ketten hoztuk létre. Igen, és azt még el kell mondani, hogy ez 20 perc alatt sem történt. Tehát jó, nem voltunk profik, néha ki kellett állni a Box utcába. Ez... Igen, fogyasztani egy kis, egyébként meleg is van, tehát megmondjuk őszintén, hogy azért trinkelés is volt ebben a történetben. Életemben először úgy éreztem, hogy egy pusztító fegyver van a kezemben, mint hogy RPG lett volna nálam. Úgy suhantam át ezen a gyepen, és ott volt egy-két olyan gaz, ami legalább ilyen vastag volt, 2-3 centiméteres ilyen... Igen, direkt ránk szóltak, hogy azokat ne vágjuk, mert hogy mindegyiknek megvan a vágó szélessége. Mert hogy azt mondtuk, hogy akkor challenge, akkor legyen igazából challenge, és akkor tényleg nézzük meg, hogy mit tudnak ezek a gépek. Ugye, amit kell tudni, hogy 2 darab UMK 450-es fűkaszával csapattuk, rezgés csillapítós 450-essel, illetve egy csillapítatlan vádgyal rendelkező 450-essel, illetve itt a kis tesó, hát őt mindenképpen szeretném megemlíteni. Mint látjátok, ő a Hondának az akkumulátoros szekciója volt, egyébként most már őket mutattuk be a stúdióban Igo néven, tehát ő volt az elődje, ugye a Honda akkumulátoros gépeit gyártó cég. Az Igo gyártotta az akkumulátort, illetve magát a cuccot. Ilyet már nem fogtok találni, de nagyjából ennek pontosan a, ennek ilyet. A szürke, UV-zöld verzióját. Sőt, az egyébként még jobban menőbb.
és 56 voltos feszültsége lesz már szerintem. Mindenki tudja, de ha nem, akkor 56 voltos feszültsége. Tehát azt szeretnénk elmondani igazából, hogy aki tényleg egy tankot szeretne vinni magával a háborúba, egy nehéz tüzérséget, ő neki mindenképpen a 450-es UMK-t ajánljuk. Aki pedig egy sportautóval, egy lopakodóval, egy könnyű manőverezéssel és fél olyan hangerővel szeretne dolgozni, őnek ajánljuk az IGO által elkészített Honda akkumulátoros fűkaszákat. Igen, az IGO. És azt kell tudni, hogy ezzel még a szomszéd se fog fölkelni. Tehát te lehetsz nyugodtan a vasárnap hajnali 6-kor fűnyíró ember, nem fogja fölkelteni. Igen, tehát azért lehetett látni, hogy hevederekkel dolgoztunk ott, tökéletesen tényleg annyi volt, hogy jobbra-balra kellett mozgatni. De nem fáradtam ki? Nem, abszolút, pedig aztán tényleg nem vagyunk se kondiba, se amúgy se, de hogy nem, tényleg nem fáradtunk el, és ahogy utána a kezembe fogtam ezt a kis picikét, és hát nem tudom, lehetett látni szerintem a képen, ezt be fogjuk mutatni, suhantam vele egyszerűen. Tehát tényleg. Egy szuper hőssé változtam. Ugye? Abszolút. Profi kertészeknek, tehát tényleg nagy kertekhez, nagy gazakhoz mindenképpen nehéz tüzérség UMK 450 a Hondától, és akik szeretnének kicsit szöszmötölni, viszont ugyanolyan erőt kapni fele olyan hangerővel, őnekik az IGO gépeket fogjuk mindenképpen ajánlani, és javasolni. És azt hozzátennénk, hogy hölgyek is nyugodtan használhatják. Sőt, lehetett is látni, be is mutattuk, ez annyira egyszerű, annyira kényelmes, annyira könnyű vele dolgozni. És nincs is szexibb a világon, mint egy fűkaszáló hölgy. Ezt azért megint csak leszögezhetjük. Igen. Úgyhogy hölgyek, urak, gyerekek, delfinek fölött, bárkinek ajánljuk, tessék otthon füvet kaszálni ezekkel az eszközökkel, és nézzétek tovább a kertekkel, tényleg jók! Tehát tényleg, azt kell, hogy mondjam. De úgy tényleg, nézzünk a szemükbe és úgy mondjuk. Ezek tényleg jók? Tényleg jók. Sziasztok. Nézzétek meg, nem fáradtunk el, itt pörgünk. Szóval sziasztok! Sziasztok.